Értem az élet. Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit így a Jó ebédhez szól a Nóta mai roppagoda műsorába. Elnézést a késésért, egyéb technikai, forgalomszervezési, baleset, mindenféle dolgok voltak, de végül is megérkeztek az urak. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Mutatkozzatok be először. Sziasztok! Sziasztok! A barátom Váci Nándor, a Grinder zenekarban van a túl szólógitárosa. Egyébként ex-klasszika, ex-special guest, tehát nem kicsi névű tulajdonképpen a rock szakmában. Én pedig Lackó vagyok, engem meg úgy is ismertek. Így van, téged már ismerünk, sőt voltunk is, meghívtál minket az S8-ba, ahol ugye a 80-as évek metal zenekarnak a tribute bandái gyűltek össze, és egy nagyon jó bulit adtak. Köszönjük szépen azt a meghívást, jó kis tiportok voltak. Köszönjük szépen, hogy kijöttetek. És kicsit ennek a beszélgetésnek lesz ez a folytatása, egy kicsit mélyebb boncolgatása. Igazából két nagy témát járunk körbe. Az egyik a tribute bandák Magyarországon, meg a világon, meg ti hogy látod, hogy látjátok, illetve a Grinder helyen. Tehát, hogy ti hova helyezitek el magatokat ebbe a világba. Tehát először is tisztázunk valamit, mert itt vannak fogalmi zavarok. Ugye van a cover, van a tribute, van a feldolgozás, van az átdolgozás. Mitől tribute egy tribute banda? Igazából nem olyan nehéz megfogni magát a fogalmat, mint amennyire azt sokan gondolják. Tehát ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy elkezdenek feldolgozásokat játszani, és attól már tribüt. Nem. A tribüt, ugye maga a szó, az tiszteletadást jelent. Egy eredeti előadó előtti tiszteletadást. Maga a szó rock értelmében, illetve könnyű zenei értelmében, a tribüt zenekar attól lesz tribüt zenekar, hogy a lehető legnagyobb mértékig próbál azonosulni az anyazenekarral, anyaelőadóval, az eredetivel, zenében, hangzásvilágban, színpadképben, színpadi megjelenésben. Ergo a tribütözésnek a célja az az, hogy a hallgatóság, aki mondjuk a mi esetünkben eljön egy Grinder koncertre, az helyjel közzel, ha csak hangulatában is, de hasonlóképpen érezze magát, mintha egy Judas Priest koncerten volna. Attól, hogy kockásinkben meg szakadt formában kiállunk a színpadra, egészen más típusú felszereléssel, mint amit a Judas Priest használ, még nem leszünk tribute zenekar, akkor egy Judas Priest feldolgozásokat játszó zenekar leszünk. A tribute az mindig sokkal több ennél egy kicsit. Tehát igyekszik azt az élményt nyújtani, mint hogyha a hallgató egy Judas Priest koncerten lenne. Ezt mi tapasztaltuk is, tehát mikor a S8-ban jártunk, akkor több zenekar is volt, akik ugye volt a... Megtisztelő, úgy így gondolok. Igen, tehát ugye volt az Alkoholika, volt a Slayer, a 2013, akkor ugyanott föllépett a Thin Lizzy-nek a tribute bandája, Lizzy-Tin, illetve a Murder van, ugye, meg a Motorhead tribute bandája. Ez egyszerre könnyű is, meg nehéz is. Hiszen azt mondja az ember, hogy hát csak leveszi azt, amit csinál a másik, és akkor megoldja. De hát akkor ilyenkor felmerül az a kérdés, ami provokatív, de hát aki nézi a műsor, mindig van provokatív kérdés, hogy akkor miért nem menjek megnézni az eredetit? Hát próbálj most elmenni egy Motorhead koncertre például. Ez egy másik kérdés. Ugye vannak ezek az emlékzenekarok, akik már nem tribűt, hanem emlék, ugye, mert elhunyt az a tag, és akkor kvázi az ő munkásságának emléket állítva próbál. Tehát most már inkább talán a Murder van, inkább már emlékzenekar, mint tribűt, de nagyon jó, amit csinálja. Alapvetően nem olyan éles a határvonal a tribűt meg az emlékzenekar között, sokkal nagyobb a szakadék a tribűt meg a cover zenekar között, mint a tribűt meg az emlékzenekar között, hiszen mind a kettő igyekszik abban a lehető legpontosabban előadni azokat a dalokat, és saját magából a lehető legkevesebbet hozzátenni. Igen, megmondjam, mi a legnehezebb ebben? Az az irgalmatlan alázat, amivel hozzá kell állnia az embernek.
hogy tudomásul kell venni, hogy itt most nem az van, hogy azt játszok, ami nekem oda tetszik, vagy amit én szívem szerint oda tennék, és hogy mutassak magamból valamit, hanem a lehető legmesszebb menőkig azonosulni azzal az előadóval, és megpróbálni visszaadni azt a hangulatot, azt a zeneiséget, ami őt jellemzi, vagy jellemezte. Ez az egyik legnehezebb dolog a tributözésben. Azt mondjátok meg, ugye, mikor egy számot kiválasztotok, hogy most ezt betanuljuk, Judas Priest-től, akkor azért a Judas Priest-nek is mondjuk, vannak régebbi szám, mondjuk 20 éve ugyanazt megbocsátott, nál is változik, hogy játszották. Picit máshogy alakul. A hangzás modernizálódott. Mit tudom én, más cuccokat használnak. Tehát ilyenkor ti melyik hangzást próbáljátok? A legelsőt, ami lemezen volt, vagy az első élőt? Tehát... Sőt, mielőtt még válaszolnék, nem csak hogy ezek a dolgok változnak, hanem nagyon sok esetben bizonyos zenekarokban ugye tagcserék történnek. Tehát már nem ugyanaz játsza azt a dalt mondjuk gitáron, mondjuk a Judas Priest esetében itt most beszélhetünk arról, hogy az eredeti gitárpáros, a Keke Downing és a Glenn Tipton sajnos mind a kettő kiesett a Judas Priestből. A Ken Downing ugye egyszerűen becsömölött a zenéléstől, és egy időre legalábbis, mert most újra zenél egy saját formációban, és azt mondta, hogy csak a golffal akar foglalkozni, meg a saját életével. A Glenn Tipton szegény pedig ugye úgy járt, hogy egy nagyon erős Parkinson-kort regisztráltak nála, és nem engedelmeskedik a keze a színpadon. Így a Ken helyére bevették Richie Faulknert nevezető fiatal gitárost, aki teljesen tökéletesen beleilleszkedett a Judas Priestbe, mind dalszerzés, mind előadásmód tekintetében. Illetve a legutolsó lemezproducere ajánlotta, hogy jó, akkor a turnékon ő beugrik a Glenn helyre, őt Andy Steepnek hívják egyébként, és egy zseniális producer, tehát a napjaink metal lemezeinek a hangzását, gyakorlatilag a legjobb metal lemezeinek a hangzását gyakorlatilag ő határozza meg. Olyan elfeledett régi hírességeket hoz vissza a köztudatba, és csinál olyan hangzású lemezeket, ami hatalmasakat üt, és újra a slágerlisták élére röpíti ezeket a régi előadókat, mint mondjuk például a Judas Priest, akinek előtte volt egy mély repülése, az Accept, aki gyakorlatilag a Tetsz halál állapotával került vissza a köztudatba, de lehetne az Exodust mondani, tehát rengeteg olyan metal előadó, aki Andy Sneapnek is köszönheti azt, hogy újra köztudatban vannak. Tehát van egy ilyen aspektusa is. És akkor a kérdésedre visszatérve pedig igazából az a válasz, hogy nincs válasz, hogy erre nincs szabály. Hát leginkább a saját példánkat elmondva, mi kiválasztottuk magunknak a 80-as évek első felét, hogy azt fogjuk szem előtt tartani, és abból válogatjuk össze a repertoárunkat. Viszont ez nem feltétlenül csak az akkori lemezeket jelenti, hanem az akkori koncerteket is. Mi úgy nagyjából a British Steel-től a Turbo című albumig mozgolódunk a Judas Priest-ben, ami nem szabály egyébként, tehát nem akarunk ilyen merev korlátokat felállítani, mert igenis, hogyha tetszik a 2018-as Firepower-ről egy dal, akkor meg fogjuk csinálni, tehát folyamatosan bővül a repertoárunk. De nagyjából azért a műsor gerincét, úgymond a repertoár gerincét, ez a 6 album képezi. És viszont ugye nem csak maguk az akkor megjelent lemezek, hanem azok a dalok is, amelyek esetleg korábbiak, és akkor játszották a koncerteken. Tehát akár a Sad Wings of Destiny-ről a Reaper, vagy a Dream Deceiver, illetve mondjuk a Killing Machine-ről a Running Wild, vagy a Hellbent for Leather, ezek mind olyan priest himnuszok, amit egyszerűen nem lehet kihagyni egy tribute zenekarnak a műsorba. Vagy ugyanilyen a későbbi Painkiller, ami azért föladja most még nekünk a leckét, de majd az új gitárossal biztos vagyok benne, meg az új dobossal biztos vagyok benne, hogy aki ma egyébként üdvözöllek innen is, Gábor, sajnos nem tudott itt lenni, mert
lerobbant az autója valahol Dunaújvárosnál. Egyébként őt is szerettük volna erre a mai beszélgetésre elhívni. De szóval igen, az új tagokkal biztos, hogy meg fogjuk tudni csinálni a Sentinelt, a Painkillert, azokat a közönség által nagyon-nagyon favorizált és szeretett Priest dalokat, ami most még játéktechnikai okok miatt hiányzik a repertoárunkból. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ugye általában ezeket a tribut és cover zenekarokat keverni szokta. Én is kevertem, de most már igyekszem ezt így külön kezelni. Azt szoktam megkérdezni zenekaroktól, amikor ugye eleve aki szabad idejét föladva, munka mellett zenél, az család mellett, tehát minden mellett, az egy nagyon nagy dolog. De amikor valaki ilyen szinten, hogy egy tribut zenekarban kvázi a saját identitását föladva azt mondja, hogy én kiteljesedek valaki más zenéjébe, valaki más szólójába, valaki más harmóniáiba, az egy teljesen más helyzet. Az már nem szerelem, az már több, mint komoly elhivatottság. Hát pont erről beszélgettünk szerintem tegnap a Nándival, hogy ő pont azt hiányolja, és pont azt kevesli a saját játékában, hogy viszonylag keveset tett bele önmagából, és nagyon sok Yngwie Malmsteen, Tony McAlpine-t játszott a saját bevallása szerint. Nem tudom, hogy neked mi a véleményed erről? Hát sokat gyakoroltam régebben, és próbáltam elsajátítani azt, amit valamennyire megtanultam. És most, ahogy így a tributözésbe bekerültem, sokat tanultam én is Lacitól, és ezt érzem meg, hogy egy újabb... Viszont nyilván ugye a technikák, tehát azok az alkalmazott technikák, amit ezek a híres gitárosok alkalmaznak játék közben, azt gyakorlatilag nem lehet máshogy megtanulni, csak hogyha megfigyeled, hogy ő hogy csinálja, és igyekszel beépíteni a saját játékodba. Például vegyünk egy nagyon egyszerű dolgot, ugye mindenki Eddie Van Halennel azonosítja a tapping technikát, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem penget, hanem ráüt a gitárfogólapra másik kézzel, és egy ilyen villámgyors, shredes futamot tud vele létrehozni. Na most, hogyha nem hallgatom meg Eddie Van Halent, és nem látom ezt a technikát, akkor nincs tudomásom erről. Nem tudom beépíteni a saját zeneiségembe. És ez nem jelent feltétlenül másolást, ez egy technikának az elsajátítása, ami köthető valakihez, egy adott személyhez, egy híres gitároshoz, zenészhez, énekeshez, akárkihez. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor és ez nem csak a játék technikára igaz, hanem mondjuk a rendes technikai felszereltségre is, hogy amikor a kezembe kerül valami, valaminek a birtokába kerülök, azt próbáljam a saját érzés hangulat világomba beépíteni. A kérdésed az én részemről az, hogy én ugye mindig mondtam azt, hogy én nem is gitárosnak tartom magam elsősorban, én nem tudok gitározni. Én egy gitározni szerető ember vagyok. Rengeteg hiányossággal, viszont talán minden nagy képűség nélkül mondhatom, hogy dalszerzőnek nem vagyok utolsó. Nem vagyok a legjobb, nem is vagyok az élbolyban, de nem vagyok utolsó. És őszintén mindig jobban is élvezem az alkotás folyamatát, mint az előadást. Ez nem jelenti azt, hogy az előadást nem, hogy ne, hát imádok színpadon állni is, de valahogy az alkotás folyamata, amikor az érzéseimet, a gondolatvilágomat, a világlátásomat ki tudom fejezni, akár zenében, akár dalszövegben, az számomra mindig sokkal kedvesebb is. És hogy visszautaljak a kérdésedre, hogy mégis akkor miért? Mégis ezt föladja az ember. Nem adja föl, mert szimultán lehet a kettőt csinálni. Sőt, azt gondolom, hogy az egyik nagyon jól kiegészítés, nagyon jól húzza a másikat. Azt tudomásul kell venni, hogy a klubmozgalom, a klub élet, a rock metal élet ma Magyarországon a tributre sokkal jobban mozog. Tehát egészen elképesztő, hogy mi saját dalos zenekarral volt olyan, hogy nem tudtunk egyetlen egy koncertet sem összehozni,
addig egy grinderrel, egy hónapos volt a zenekar, és elmentünk az S8-ba fellépni, és teltházat tudtunk csinálni. Egy 150 fős befogadó képességű helyen. Valahogy... Azt remélem, hogy ha a csapattal tudunk együtt dolgozni, és a felállás összeáll. Összeállt már, csak stabilizálódni. És stabilizálódjuk, akkor hozzá tudok tenni én is úgy, hogy azokat a részeket, mert az, hogy játékában van, teljesen ki lehet halni, hogy eléggé képzett zenész. Nem, hogy eléggé. Szerintem nagyon... És tud erőt belevinni a csapatba, és szerintem jó énekes is. Én azt gondolom, hogy az erőt azt leginkább az elhivatottságommal, meg a bennem élő tűzzel tudom belevinni, hogy spanolom és inspirálom a többieket, illetve igyekszem koordinálni. Viszont most már eljutottam odáig, ha már a grinderről beszélünk, és megemlíthetem, hogy most már különböző részfeladatokat a zenekaron belül leosztottam, nem akarok mindent én magam csinálni, mert van, aki nálam sokkal jobban csinálja. Így például a zenekar pénzügyeit a Tárnoki Ádi, az énekes képviseli, a technikai felszerelésbeli dolgokat a basszusgitáros Szántó Pistina, ő állandóan ezeket bújja, képben van mindig a legújabb kütyükkel, tökéletesen föl tud rendszereket, én nem tudok ennyire benne lenni, illetve a zenei szerkesztés, a megszólalás, az, hogy összerakni a dalokat, az pedig a Nandi, mert abban meg ő a legjobb. Tehát én egészen elcsodálkoztam, hogy leült egy Judas Priest szám elé, így a szemem láttára, és azt mondta, hogy aha, itt kezdi, ez a végpont, na mit csinál a kettő között, és gyakorlatilag egy dalt, így hallás után, egy 10 perc alatt körülbelül tökéletesen leszedett. És ugyanúgy, mint ahogy az a lemezen szól. Nekem is van ez az érkés problémám, tehát hogy nem teljesen pont így van, de... tényleg, hogy... Akkor nekem rossz a hallásom, mert én úgy hallottam. Hát egyértelmű. Mondtad is, hogy te nem vagy zenész, tehát teljesen. Én annyit tudok hozzátenni, hogy régebben éreztem azt, hogy jól játszok, és most azt mondom, hogy szeretném a zenét bővíteni ezzel a tribute bandával, tehát hogy másoknak megmutatni. Igen, tudomásul kell venni, hogy a Nandi ilyen típusú zenét még nem játszott. Ő ugye a 90-es évek gitárhőseinek a zenéjét, a Michael Pining, Wim Amstein, Vinnie Moore vonalat képviselte. Az, hogy ő most kipróbálja ebben magát, mert egyébként régi hős Judas Priest fan mindemellett. Mint ahogy azt gondolom, hogy a generáción közül mindenki Judas Priest, Iron Maiden, Accept, Saxon, ugye ezek voltak amit mi Scorpions, amit mi anyatejként szívtunk magunkba, úgymond. És ő ilyet még nem csinált, és azt mondta, hogy igen, ebben nagyon szívesen kipróbálná magát. Nyilván ezzel a tudattal álltunk hozzá, hogy akkor működjünk együtt. De azt gondolom, ez semmit nem von el az ő tudásából, meg abból a hangszerkezelési és zeneiségi értékből, amit tud ő képviselni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy a klasszika ex-gitárosáról beszélünk, ami igen, azért nem kicsi név. Igen, hát egy komoly név volt. Tehát az így van. Az jutott az eszembe, most megint provokatív kérdés, hogy mikor kiválasszátok a számokat, és kezditek ugye feldolgozni őket, mindenki a maga részét megtanulni. És már mit tudom, egy adott gitárosnak a száma itt már évek óta, ugye, akkor kialakul egy olyan, hogy már könnyebben tanulod, mert kicsit rááll a kezed, tehát már tudod nagyjából, hogy hú, valószínű itt ezt játsza, és akkor tényleg azt játsza. Tehát, hogy, mert minden gitárosnak van egy stílusa. Tehát azért van egy keret, tehát nem tud mindenki mindent játszani, előbb-utóbb eléri a határokat, viszont abban nagyon jó. És mikor te ezeket elkezded feldolgozni, vagy a tribuzenekarban megtanulni ezt a akkor előbb-utóbb te is meglátod, hogy igen, neki ez a határ, ez a két végpont között mozog, ahogy mondtad, és akkor mikor jön egy új lemez, hogy kiválasztottak a jó számot, akkor nagyjából már tudod, hogy ott körülbelül miket csinálhat. Tehát az már könnyíti a munkát, az előrehaladást? Neki igen, nekem nem. Tehát ő pontosan az, amit elmondtam, ő így füllel és hallja, hogy még azt is meghallja azt az adott hangot, melyik húron fogja meg. Tehát ugye
Ja, most a laikusok kedvéért mondom el, hogy egy gitárhang többféle ponton ugyanaz a hang megfogható a gitárnyakon, csak mondjuk, mit tudom, például vegyünk egy E hangot, ami a legvastagabb húr 12. fekvésében megfogható hang, ugyanaz megfogható a D húron, hol is? Melyiket mondtad? Az E húr, vastag E húr 12. fekvés, az a D húron hol fogható? A fekvésben. Tessék. Na, szóval ő Váci Nándor. Ő tudja, és azt is meghallja, ezt bárki megtanulhatja. Azt is meghallja, hogy a felvételen melyik húron fogta meg azt az adott hangot. Én nem. Én, hogy leszedjek egy dalt, nekem meg kell néznem egy csomó koncertvideót, nézni, lesni a kezét, tabulatúrákat megszerezni. Tudom, hogy a tabulatúrák nagyon veszélyesek, mert nem úgy jegyzik le, ahogy azt valójában játsszák, azt természetesen meghallom, hogy hoppá, az ott azért nem úgy van, és azokat kijavítom, de nagyon sokszor meg kell hallgatni, koncertvideókat nézni, hogy csinálja, így csinálja. Nekem egy kicsit ez a dolog nehezebben megy. Én nem vagyok annyira képzett zenész, vagy nem, nincs akkor a zeneiségem, hogy ezt meg tudjam tenni. Viszont akinek könnyű, annak egyértelműen könnyű. Van neki. Van neki. Azt mondjátok meg, hogy mitől lesz egy gitáros, jó gitáros? Tehetség, született tehetség, vagy szorgalom? Szerintem mind a kettőt. Mert szokták mondani, hogy 1% tehetséggel 99% szorgalom, és el lehet jutni magas szintre. És szokták mondani, hogy 99% tehetsége és 1% szorgalom nélküliséggel is el lehet csúszni, mert ami könnyen megy, aznak nincs is talán értéke. Tehát amire az ember megküzd egy kicsit, az úgy jobban esik. Én két dolgot tudok erről mondani. Az egyik az, hogy szerintem a szorgalom sokkal fontosabb. Nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel. Persze a tehetség is nagyon-nagyon jó, hogyha van, és nagyon fontos. Az, hogy hova jutsz el a gitározásban, azt igazából főképpen a szorgalom határozza meg. Tehát a gitározás tanulható. Ezek a képességek fejleszthetőek. A tehetség, az érzék, az egy könnyű indulást tud eredményezni, viszont nagyon könnyen képes elsikkadni is ez a tehetség. Ugye nem egy és nem két ilyet láttunk már a zene történet során, hogy irgalmatlan tehetségek és valahol félúton elvéreztek, mert nem volt elég kitartásuk és nem társult hozzá szorgalom, hogy azt a tehetséget, amit a Jóisten adott nekik, az tökélyre fejleszték. Azt gondolom, a szorgalom sokkal-sokkal fontosabb. Én azért megjelölnék egy harmadik általad nem említett tényezőt, amitől szerintem jó gitáros a gitáros, és ez egyáltalán nem feltétlenül csak a zene terén igaz, hanem úgy nagyjából az életben, minden területen. A legjobbak, és most nézzük meg tényleg a világ legjobbjait. Egy nagyon-nagyon fontos alkotóelem az önazonosság. Hogy megjelenik a színpadon, lehet, hogy 3 akkordot játszik el, lehet, hogy lassú, nyúlós szólói vannak, de megjelenik, és látod, hogy ő az. Saját maga. Nincs benne kamu. Ő az Iko, ő a Slash, aki egyébként nem egy kimagasló gitáros, de ő a Slash. Mert piszkosul önazonos a csávó. Mert most sikerült megint egy provokatív kérdést így kivenned, mert megelőztél, de meg szoktam kérdezni zenekaroktól is, és megkérdezem, hogy fontos a hitelesség? Önazonosság, hitelesség. Igen. Tehát, hogy amit vagyok, azt mutatom meg, és amit megmutatok, az vagyok. Azt gondolom, hogy a zenében a legfontosabb. Hadd mondjak erre egy példát. 2. Az egyik a Whitesnake. A Whitesnake egy olyan zenekar, ami vérprofi zenészekből áll. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a rockvilág legjobbjaiból áll. És mindig, minden, tudom, hogy sokat változik a felállás, de azért mindig. Billentyűknél Don Airey, gitároknál hol Doug Eldridge, hol Adrian Vandenberg, irgalmatlan nevek, ugye maga David Coverdale, aki a Whitesnake, John Sykes, és tényleg mindig a legnagyobbak a rock szakmában. Valahogy, amikor hallgatom a Whitesnake-et, mégis azt érzem,
hogy ott áll a színpadon 5 profi, 5 vérprofi, minden a helyén van, minden tökéletes, de nem érzem a kohéziót közöttük, nem érzem azt, hogy ez egy csapat, nem érzem azt, hogy ők nagyon együtt és egyben vannak, hanem 5 különálló individuumot látok, mindenki csinálja a maga dolgát, lesz belőle természetesen egy közös valami, de nem olyan valahogy, hiányzik belőle valami. Ugyanakkor ott van egy 3 akkordos tankcsapda, most bocsánat a tankcsapdától, meg a tankcsapda rajongóktól, de a tankcsapda egy egyszerű zene, tehát ezt tudomásul és figyelembe kell venni, attól függetlenül jó, de egy egyszerű zene. Viszont azok a srácok, azok azt élik, amiben énekelnek, arról énekelnek, ahogyan élnek, nincs melléduma, a Lukácsnak most 35, azt hiszem 35 év, ugye? 35 év alatt nem volt egy szóló projektje, nem volt egy ilyen különálló, különmozgó bármi, amit a tankcsapdán kívül akart volna megvalósítani, hanem ez az életük, és ők egyben vannak, együtt alszanak, együtt fekszenek, együtt kelnek próbateremben, turnén, itt ott akárhol. Egy irgalmatlan csapat szellem van közöttük, illetve ehhez a csapat szellemhez társul még egy hatalmas nagy önazonosság. Ők nem kedilekkekről, meg Route 66-ről énekelnek, vagy ha igen, akkor olyan kontextusban, hogy az ott van, de nekünk itt ez jutott, hanem ők tényleg arról, amiben élnek. És nincs kamu, nincs melléduma, teljesen hitelesek a csávók. Az jutott az eszembe, hogy megkérdezték egyszer Ozzy Osbornt, hogy a Black Sabbath hogy tudott abban az időszakban ilyen sötét lemezeket, meg ilyet. Azt mondja, hát nézzék meg, azt mondja, Kaliforniában kisétált a zenész, fönzett, sütött a nap, tenger, de én kisétáltam, gyárakat láttam, füstöt. Ozzy Black Countryból származik, ugyanúgy, mint a Judas Priest-es fiúk, igen. Tehát, azt mondja, most énekeltem volna szörföldön, és a tengert se láttam, azt mondja. Abszolút. Tehát, hogy, mert ugye őket támadták abba az időszakban, hogy miért nem állnak be abba, de szerintem jó volt, hogy nem álltak be abba a vonulatba, mert nagyon sok zenekar. Hát valamit létrehoztak, azt igen. Azért el kell ismerni, hogy azért a Black Sabbath nem csak letett valamit az asztalra, vagyis letett természetesen, de nem csak egy zenekari életművel, hanem letett egy zenei stílust. Igen. Igen. Ami nem létezne a mai formájában, hanem nem, ha annak idején nincs a Black Sabbath. Nekem sokszor ugye eszembe szokott jutni, hogy a zenekarok beszélek, hogy mert meg szoktam kérdezni, hogy a legtöbb zenész arról ír, vagy szövegíró, amit átél, amit maga körül lát, amit a zene kivált belőle. És ez annyira egy erős példa, hogy kimegyek, körülnézek, hát énekeljek a narancsvág, nincsenek narancsvág. Tehát most értitek a nagyon erős kontrasztot, de egyébként igen. Hát vagy a másik oldalon egy szövegíró arról is írhat, ami az ő vágyálma. Tehát ez a másik oldal, attól lehet hiteles, csak jól kell megfogni ezt a dolgot. Igen. Meg még annyit, hogy az előző témához, hogy a tribute bandáknál még ami nagyon fontos, szerintem, hogyha másfajta stílusú zenét is tanult a gitáros, akkor meg a zenekar többi tagja, akkor még szerintem hitelesebben tudják átadni ezeket a számnak a hangatát, hogy vissza tudják abba az időbe vinni őket. És ezt Laci nagyon pontosan tudja, mert nagyon sokat hallgatott, mert most is az Judas a kedvence. Bocsáss meg, az jutott az eszembe. Lehet, hogy nagy hülyeség. De kicsit olyan a tribütszám, mint egy verselemzés. Tehát ott nem azt érdekel, hogy én mit gondolok róla, hanem akkor, aki írta, milyen állapotban volt, mit csinált, hogyan csinálta, mit gondolt erről. És azzal próbálok azonosulni. Hát erről meg kell kérdezni Rob Halfordot. Én ezt nem tudhatom, hogy ő mit gondolt. Én csak átélek egy érzést, egy hangulatot, amikor hallgatom azokat a dalokat. Valami belém épül belőle, valamit megérzek belőle, és azt az érzést próbálom továbbadni. Aztán vagy jól, vagy nem jól. És tehát most nézd meg, azt hiszem, hogy ti készítettek már riportot a Kiss Forever-rel. Majd csak jönnek, még jönnek. De igen, na, jönnek. Ők a lehető legjobb példa erre. Na. Amerikában gyakorlatilag csináltak egy versenyt a legjobb Kiss tribute zenekarok között, ott ők a világ második legjobbjai lettek, és maga Gene Simmons mondta, hogy oké, fiúk, csináljátok,
mert nagyon jól csináljátok. De hogyha egyszer is meglátom, hogy ez a Forever szó leesik a kis logóról, szétrugom a seggeteket. Tehát ők ennyire jól csinálják, ennyire elkapták azt a feelinget, azt az érzést, azt a hangulatot, amit a kis tud közvetíteni. Egyszerre kell lenni rajongónak is akkor? Mindenképpen. Tehát nem elég, hogy jó zenész az ember, nem elég, hogy szorgalmas. Legalábbis szeretni kell az adott zenekart ahhoz, hogy jó tributet tudj belőle. Mert amit elmondtál, hogy ugye benned valamit megérint a zene, valamit, az olyan, mint amikor egy néző, egy rajongó elmegy egy koncertre, és együtt lélegzik az előadóval. Csak ő nem játsza, ő játsza a színpadon, de mégis valahogy egy hullámhosszon vannak. Tehát egy pillanatot közösen átélnek, megosztja. Kicsit olyan ez egyébként, és most ellent fogok mondani saját magamnak, kicsit olyan ez, mint a színészet. Hogy a színész is akkor jó, akkor hiteles az ő előadása, hogyha beleképzeli magát a karakterének a szerepébe. Na most ez így azért ellentmondásos, mert ugye végig lehet nézni rajtam, most éppen rakhatnék fel szőke parókát, mert hajam már nem fog kinőni, felöltözhetek éppenséggel ilyen nagyon szűk bőrökbe, csak úgy fogok kinézni, mint egy Michelin baba, tehát nem fogom tudni visszaadni látványban Ken Downingot. De igazából nem is ez a cél, mégis fontos, hogy megjelenésben valami hasonló tükröződjön vissza a színpadképen. Tehát igenis, bőröket, szegecselt bőröket fogunk viselni a színpadon, ahogy azt a Judas Priest tette. Még az is eljön az az idő is, hogy egyszer nagy színpadra kerülünk, hogy az Ádám begurul egy Harley Davidsonnal a színpad közepére, mint a Hellford, vagy ha nem sikerül, akkor mondjuk egy Babettával. De a lényeg az, hogy igen, tehát ezeket a dolgokat mindenféleképpen hangulatában kell visszaadni. Az jutott megint az eszembe, hogy volt egy híres rendező, Rusz Józsefnek hívták, és Ádám is, Róma és Júliát rendezte. És főiskolásokkal, akkor még ugye színművészeti főiskola volt. És mondta a kis csaj, hogy ő nem tudja megfogni ezt a Júlia szerepet. Erre fogta, odament, és elmondta a monológot. És eltűnt minden, és eltűnt, hogy ő egy 60-as pasas, meg minden, mert az érzést tudta átadni. Igen, na erről van szó. Tehát, hogy akkor eltűnik, tehát akkor már nem azt látom, hogy figura, hanem az érzés jön át. Tehát, közben az én csodálatos neje Mickey Black megosztotta a Facebook oldalatokat, úgyhogy nagyon itt szépen van. Köszönjük. Úgyhogy akkor, illetve írta, hogy jó a műsor, és örülök, itt vagytok. Ugye Mickeyvel neked elég régi az ismerettséged. Így van. Úgyhogy, mert mikor megismerkedtem Mickeyvel, én egyfolytában a Palagi Lackóról hallottam, szóval nem sok embert szokott emlegetni, de te közte voltál, akit emlegetett. Köszönöm, Mickey. Úgyhogy, menjünk egy kicsit a Grindr kapcsán, először magyar, vagy nemzetközi vizekre. Amikor egy zenekar eldönti, vagy egy zenész, hogy milyen tribut, melyik zenekarnak akar a tribut zenekar, vagy tribut zenésze lenni, ez hogy történik? Tehát a Grindr hogyan lett pont a Judas Priestnek a tribut zenekara? Hát... Az elsődleges és legfontosabb dolog az, hogy szeretem. Tehát ez teljesen egyértelmű és nyilvánvaló. Ha valamilyen zenét nem szeretek, akkor nem fogom tudni visszaadni, nem hogy eljátszani, de semmilyen szinten, semmilyen tekintetben nem fogom tudni visszaadni. A másik, hogy azért nyilván mérlegelni kell. Én legalább annyira szeretem a Scorpions-t is, mint a Judas Priest-et, sőt ez a két zenekar volt az, ami engem beszippantott, úgymond a rock életbe, és hozzáteszem, a Scorpions volt az első, és a gitárosok közül, mivel én eredendően ritmusgitáros vagyok, pont hallottam ezt a beszélgetést, amikor feszegetted ezt a ritmusgitár kérdést, nagyon jó volt. Majd neked így felteszem, egyértelmű, hogy... Nekem az egyik fő hatásom Rudolf Schenker volt. És még véletlenül sem Judas Priest, hanem nekem a Scorpions volt az első. Tehát csinálhattam volna éppen Scorpions tribut is csak. Találj egy olyan énekest, akinek van olyan orgánum, mint a Klaus Meinének. Igen. Aki annyi érzelmet tud beleadni az ének stílusába, mint a Klaus Mein, aki olyan hitelesen el tudja énekelni,
mondjuk egy akár egy No Pain No Gain-t, akár egy Always Somewhere-t, vagy főleg a balladákat, egy Still Loving You-t. Nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy ez is egy mérvadó dolog. Illetve, mivel a tribut egy nagyon közönségcentrikus, tehát azért tribut zenekarok, lássuk be, hogy nem dobálják minden évben piacra a lemezeket, hanem ez egy élő műfaj. Mivel élő műfaj, ezért igazából egy közönségigényt kielégítő dolog, tehát itt jobban figyelembe kell venni, kevesebb van benne belőlem, mint ugye az észszerűségből. Figyelembe kell venni, hogy itt egy olyan előadó legyen, akinek azért van rajongó tábora. Mert éppenséggel csinálhatnék én mondjuk Soporatergos tribütöt is, vagy Almighty, vagy Zodiac Mindwarp tribütöt, de le kell látni, hogy ezeknek az előadóknak ma Magyarországon elég kicsi a rajongó táboruk, tehát most nem tudok akkora közönségigényt kielégíteni vele, mint amekkorát szeretnék. Amikor a Grindr elindult, akkor megnézted, hogy Magyarországon milyen a tribut élet? Hát a Grindr az egy speciális eset, mert a Grindr az tulajdonképpen véletlenül jött létre. Az hogy? Az úgy volt, hogy a jelenleg Lemmy magyar hangjaként ismeretes Tóth Ákos, aki a Murder One nevezetű Motörhead tribütnek a Lemmy-e, basszusgitáros énekese, akkor éppen gitáros korszakát élte, ő nagyon jól kezeli mind a két hangszert egyébként, és egy hatalmas formacsávó minden tekintetben. Igen, találkoztunk vele ezen az esten, meg ma is elvileg jött volna, de majd igyekszünk egy riportra elhívni őt is, tehát mindenképpen jól fogjuk várjuk. Várjuk őt is a zenekarát egy riportra. Szóval, ami 2020-ban, amikor pont 40 éves volt a British Steel album. Én ilyen balga módon kiírtam a Facebookra, hogy a évforduló és a születésnap örömére bevágom, megtanulom a teljes lemezt eljátszani. És csörög a telefon, hív az Ákos, hogy figyelj, már olvastam a Facebook posztodat, nincs kedved hétfőn leugrani, biára Biatorbágyom van egy saját tulajdonú próbatermet, csak úgy a saját örömünkre zenélgetni, zörögni egy kis British Steel-t, azt mondja, de nem mondom, hát csináljuk. Én vittem egy basszusgitárost, neki volt az akkori, illetve még mindig megvan a zenekar, a gyermekláncfű rész, a dobosa, és akkor négyen elkezdtük, és mondom, srácok, ez olyan jó. Ez olyan jól szól, annyira rendben van, egyben van így együtt. És mondta az Ákos, hogy figyelj, én tudok egy énekest, azt mondja, csináljunk egy Judas Priest tribute-t. És így alakult meg a Grindr annak idején. Aztán ugye nekem jött a 2020-as szerzői lemezem, és mondtam a srácoknak, hogy én egy időre, így nem parkolópályára, de háttérbe teszem a Grindr-t mindenféleképpen, mert most a lemezzel kell és avval szeretnék foglalkozni. Időközben valahogy földbe állt a dolog, mikor mondtam, hogy oké, most már itt vagyok, és akkor csináljuk ezerrel. Akkor mondták, hogy hát már nem, mert hogy úgy elment, meg most nagyon megy a fűrész, és hogy inkább arra építenének. Viszont mondta az Ákos, hogy mivel ugye maga az ötlet egyébként is az enyém, természetesen vigyem tovább a nevet is, ha jól emlékszem, akkor most nem tudom, vagy ő, vagy én hoztam, nem tudom. A logót azt én találtam ki, és egy barátom valósította meg. Szőke Gyula, őt is üdvözlöm innentől, aki egyébként a Sinister Five nevű saját dalos zenekaromban volt szerzőtársam és basszusgitáros barátom. Egyébként pedig webdesigner, tehát nagyon jó ezekben a logó tervezős dolgokban. Ő csinálta, és mondta az Áki, hogy akkor vigyem tovább a Grindert, ő meg éppen akkor alapította meg a Murder One-t. Mondta, hogy ő amúgy is inkább ebben gondolkozik most már, és azóta is ilyen töretlen jó a kapcsolat a két zenekar között. Úgymond ilyen baráti viszony van közöttünk. Néha egy kicsit megorolunk egymásra, aztán megbékülünk, megcsapkodjuk egymás vállát, és minden megy tovább a maga útján. Szóval így véletlen jött létre a Grindr. Ezt szoktuk mondani, hogy aki járt nálunk valaha, ugye te már voltál, illetve most a Grindr kapcsán is vagy,
az már ropogod a család része, és a családban vannak, igaz, hogy néha összeveszünk, meg orrulunk egymásra, de nem engedjük el egymás kezét. Ez így van. Tehát ez így működik. Szóval, milyennek látod a magyar tribűt életet? Hát őszintén szólva, fellendülő félben lévőnek. Leginkább így tudnám röviden megfogalmazni. Mondjuk ahhoz képest, hogy milyen látogatottságokkal bírnak a sajátalos zenekarok, tehát itt most említhetném a másik nagyon jó barátom, a Szaládi Karcsi Devil, aki gyakorlatilag most 30 nagy lemezét készíti a Rebel zenekar, de 20 akárhány lemezt készített különböző formációkkal a Karcsi. Carlos. Igen. Üdvözöljük és... innen, volt nálunk a Rebellel, üdvözöljük. Szia, Carlos. Szia. És gyakorlatilag ő a sok-sok éves múltjával körülbelül ugyanannyi embert mozgat, mint én a 3-4 hónapos zenekarommal. Ez durva azért, hogy micsoda különbségek vannak. És akkor most mondhatnék olyan példákat, ahol 12-15 embernek ad koncertet egy saját dalos zenekar, úgy, hogy ebben a saját meghívott vendégeik benne vannak. Az az igazság, hogy mikor én megkaptuk a meghívást, mikor a Vicky Black, aki ennek a műsor, aki vagy te riportnak kitalálója, meg a Roppagoda megalkotója, mondta, hogy lenne ez a tribűtes. Én gondolkodtam, hogy valamikor nagyon régen zenéltem, a 90-es évek közepe vége felé, és nem emlékeztem abból a korból a tribűt zenekarra. Tehát így próbáltam, mondom, hogy hát, ha mondom, és nem. Egy volt, 90-es években, egy biztosan volt legalábbis, egy... Talán én Békés megyében éltem akkor, és talán Sarkadon volt egy olyan zenekar, akik így egy az egyben hangról hangra Beatles dalokat játszottak. Igen, tényleg volt egy ilyen, de én most kifejezetten itt a metal vonalat gondoltam. Nem, nem nagyon. És amíg följöttünk az autóval, amikor megérkeztetek, te legalább hármat felsoroltál egy kapásból, hogy ez is, az is, amaz is, és csak így ülök, hogy mondom, úristen, nem gondoltam, és elnézést kérek a tribute zenekartól, hogy ilyen pezsgő tribute élet van Magyarországon. Tehát ez egyrészt nagyon, nagyon meglepő, és hát nagyon jó dolog. Azt gondolom, hogy mindenki szeret inkább teltháznak játszani, mint üresen Kongó koncertteremnek. Valljuk be, hogy aki nem, az ugye garázszenekart alapít, és ki sem lép életében a garázsból, de ergo biztos vannak ilyenek, csak nincs tudomásunk róla, mert nem lépek ki abból a közegből. Ami egy nagyon jó és nagyon dicséretes dolog, amikor valaki a saját örömére zenél, másokkal együtt ráadásul. Én azt gondolom, hogy egy irgalmatlan lélek kapcsolat tud, szerintem a Nándi is megerősített benne engem, az együtt zenélés, meg ezek szerint te is, hogyha zenéltél zenekarban, hogy hihetetlen lélekkapcsot tud az, amikor pillantásokból értitek egymást, és ott vannak, helyén vannak a hangok. Ugyanakkor nyilván mindenki szeret közönségnek játszani. És... Nézd, a zenekar, a produkció és a közönség közösen hozza létre azt a produktumot, amit előadásnak hívunk. Abszolút. Mert egy próba lehet bármilyen jó, igen. Azért mondjuk egy 5-600-os közönségnek egy jó előadás, egy jó... Az a közönség ugyanolyan része, így van, igen. így van, és ezért is mondanám mindig a saját közönségemnek, hogy gyakorlatilag a legjobb közönség, mert ugyanannyit tettek hozzá ahhoz az adott estéhez, mint a zenekar. Tehát, ha csak ilyen horizontális síkon nézzük a dolgokat, akkor ők inspirálnak engem, én inspirálom őket. És ez így körforgásban oda-vissza működik, és valahogy begyorsul és felpörög az egész, és valami bitang jó dolog lesz belőle. Tehát visszatérve az előző gondolatomhoz, mindenki szeret közönségnek játszani. Ergo, amikor egy fiatal zenekart alapít, azt fogja mondani, hogy oké, hát most vannak dalötleteim, megcsináljuk azokat is, de mindenféleképpen beemelünk feldolgozásokat a repertoárba, mert azért mennek el az emberek a koncertre, hogy olyan dalokat halljanak, amit ismernek, szeretnek, tudnak együtt énekelni rá, tudnak bulizni rá, jól tudják és felszabadultan tudják érezni magukat ezekre a dalokra. Na most, ha előáll egy zenekar első koncertjén egy saját repertoárra,
azt nem fogja senki ismerni. És azt mondják, oké, okay, jó, jó, de mikor fogjátok játszani a Breaking the Law-t? Érted? Mert jól akarom, egy kicsit akarom. És nem mennek el. Nincs ennek egy olyan olvasata is, hogy azért ezeket a számokat, amit játszotok, a rádió nem játssza agyon? Hát nem tudom. Tehát, hogy illetve a zenekarok nem nagyon, tehát ezek a zenekarok nem jönnek annyira. Mai előző. Világban már nincs köze szerintem annyira a médiához, azért nem, mert tele van a világ internetes rádióadókkal, nagyon-nagyon sok van, és nagyon-nagyon sok van azért metára specializálva. Jó, akkor jöjjön egy nagyon-nagyon provokatív kérdés, és hogyha most itt meg leszek velem, akkor elnézést. Hogy látjátok, hogy látod? Mai világban az élő zenének van-e még létjogosultsága? Van-e még annak, hogy elmegyek egy zenekart megnézni, vagy mindenki otthon ül, aztán klikkel, és akkor ugyanazt a live élményt kapom, hogyha megnézem a YouTube-on, vagy valamelyik megosztom? Soha fogja ugyanazt az élményt kapni. Nincs meg a közösség szellem, nincs meg az aura érintkezés a többiekkel. A másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy is. Azt gondolom, hogy mindig volt és mindig lesz létjogosultsága az élőzenének, kisebb vagy nagyobb mértékben, nyilván minél inkább kényelmesedik a világ, és a technika minél inkább a kényelmi kiszolgálásra összpontosít és olyan termékeket gyárt, amivel különböző féle fajta, már nem tudom másképp megfogalmazni, műérzeteket tud az embereknek akkor nyilván kevesebb és kisebb mértékben, ugye itt volt egy Covid-járvány, amikor féltek az emberek, nagyon kevesen vállalták a kockázatot, hogy elmennek koncertre, viszont miért van az, hogy a Grindr egy hónapos zenekarként a Covid-járvány kellős közepén meg tudott tölteni 1-8 underground klubot. Tehát csak vannak, akik azt mondják, hogy igen, nekem kell az az élmény, és meglepő, hogy nem csak a mi korosztályunk az idősek, akik ebben nőttek, ebben nevelkedtek, és ez így úgymond, hanem is a mindennapjaik, de a minden hétjeik részét képezte a egy-egy koncert, hanem fiatalok. És ott vannak. Tehát nem gondolom azt, hogy olyan annyira sírni kéne, hogy nem lehet zenélni, meg nincs értelme zenélni. Ezzel egyetértek, és én is azt gondolom, hogy az élő zenét és azt a pillanatot, sőt, én nagyon szeretem, amikor elnézést, most sokan fognak utálni, amikor egy zenekar hibázik. Mert amikor van egy ilyen összenevetés, hogy na hát jó, oké, most nem abban, vagy mit. Én nagyon szeretem a Rolling Stones-t, és mióta láttam őket élőben, nem tudok meghallani tőlük CD-t, meg semmit, csak élő számot, mert amikor azt láttam, hogy oda ment a Keith Richardshoz, a Ronnie Wood, és mutatta neki, hogy itt játszunk, nem pedig itt, és röhögtek azon, hogy azt se tudta, mit játszik, és nem úgy röhögtek, és abban a percben a közönség is röhögött. És egy olyan élmény volt az, mert a kamera oda ment, és mutatta, hogy ezek szerencsétlenek, és fölvállalta, és kiderült, hogy, és abban a percben volt valami plusz energia jött, mert az igaz, hogy mi ezt elbénáztuk, de... Egyébként Keith Richardsot innen is üdvözöljük, és nagyon hosszú, boldog életet kívánunk neki a jövőben is. Keith Richardsnak van egy mondása, ami nekem ilyen motto, hogy mindent elkövettem, hogy ne legyek tiszteletreméltó, úgyhogy mi is mindent elnyom, hogy ne legyek tiszteletreméltó. Szóval, igen, nekem pont beszélgettünk, én egy hasonló példát mondtam a Nándinak, én egy Iron Maiden koncert kapcsán szembesültem ezzel, hogy a Wasted Years című dal felkonferált a Bruce Dickinson, és az Adrian Smith, aki a dalnak a szerzője, meg ő játssza a dalnak a vezér riffjét, egyszerűen nem találta meg a hangokat, és így néztek egymásra, és röhögtek, és a Dickinson felkonferálta a következő számot, majd pár dallal később újra felkonferálta a Wasted Years-t, és akkor már eljátszották. De röhögtek az egészen. Igen, tehát ez benne van, és ettől élővé válik, és emberivé válik. Akkor látja a közönség, ja persze, hát ő is ember, ő is téved. Ugyanolyan, mint én, vagy jobban tud azonosulni vele. Ezek kihagyhatatlan dolgok, és ezek tudnak igazi élményt nyújtani. Meg egy kicsit olyan ez, hogy egy kicsit, mintha a néző is egy plusz tag lenne. Igen, tehát, hogy ő is benne van. Benne vagyok ebből. Oké, de jó. Tehát, hogy egy kicsit úgy bevonódik a dologba, mert én ezeket fontosnak tartom. Igen. Én is ezeket a pillanatokat.
nemzetközi kitekintést, ugye ígértünk a nézőknek egy kicsit, hogy tribütbandák. Ugye, mikor mi beszélgettünk telefonon, mondtad, hogy Németországban egy nagyon nagy piaca és hagyománya van a tribütbandáknak. Hát azt nem tudom, hogy hagyománya van de hogy most 2020 után, 2010-es évek végétől kezdődően Európában Németország a tribütözés mekkája, az biztos. Az biztos. Tehát sok a tribützenekar is, nagyon szereti is őket a közönség, mindenféle fajta. Ugye ott Németországban nagyon népszerűek ezek a helyi fesztiválok. Minden városnak van valamiféle fajta fesztiválja, bármilyen helyi hagyomány, ünnep, egy adott a városra jellemző termék, produktum kapcsán mindig csinálnak valamilyen fesztivál, eperfesztivál, mit tudom, mint valami. Sörfesztivál, többnyire sörfesztiválok, igen, Németországról beszélünk. És irgalmatlan sok tribützenekar lép föl az ilyen helyeken, de nem csak ezeken, hanem egyébként is saját rendezvényeken. Valahogy ez rávezette a német hallgatóságot arra, hogy hú, de jó ez! És szeretik, és élvezik. És irgalmatlan összegeket képesek kifizetni egy-egy tribützenekar kapcsán fellépéséért. Más a német közönség? Igényesebb? Máshogy nézi a tribützenekarokat? Én nem gondolnám, hogy ezt nemzetekre le lehet bontani. Egy elhivatott rajongó az ugyanolyan elhivatott rajongó. Tehát, hogyha most egy magyar rajongó kimegy, és ott megnéz mondjuk egy Iron Maiden tribützenekart, most csak így mondtam valamit, akkor ugyanúgy rajong, mint hogyha ez egy magyar Iron Maiden tribützenekart, tehát neki mindegy, csak hogy azt kapja meg. Hát véleményem szerint igen. Bár cáfoljon meg, aki másképp gondolja. Most kicsit megint provokatív, mert pedig a németeknél azt mondják, hogy jó, de a XY gitáros, aki azt a lemezt játszotta, amikor ezt játszotta, akkor a bal lábát mindig fölrakta a szólán. Miért nem rakja fel a bal lábát a szó? Tehát, hogy ennyire... Hadd utaljak vissza ennél a kérdésnél egy kicsit a Kiss Forever-re. Ott ugye az volt, hogy volt ez az ominózus verseny Amerikában, amit már említettünk. És volt egy, nem jut eszembe a neve, ha agyon csapsz, akkor se egy amerikai Kiss Tribute zenekar, meg a Kiss Forever, ők voltak a két legjobb. És nyilvánvaló, hogy jobb volt a Kiss Forever az amerikainál. Tehát mindenki látta, mindenki hallotta, mindenki érezte, hogy sokkal jobb. De mégiscsak egy amerikainak kellett megnyernie azt a versenyt, ami egy amerikai zenekarnak a tribut zenekarai között kiírt versengés. Az nem lehet, hogy egy más nemzetiségű nyernek. Tehát ilyen van természetesen. Viszont azt gondolom, hogy egy rajongó szemében ez annyira nem mérvadó, hogy az most milyen nemzetiségű. Kicsit beszélgessünk most arról, hogy szerintetek, ugye a tribütnek az a érdekessége, hogy nem csinálnak lemezt. Tehát, hogy klippeket forgat. Nem mondom, hogy nem csinálnak, tehát egy tribüt zenekar, amikor azt mondja, hogy csináljunk egy lemezt, akkor egy lemezt másol le, amit az eredeti banda csinált, és azt újra, vagy pedig egy kvázi válogatás valamilyen korszakból. Nem hiszem, hogy bár lehet, hogy arra is van példa, viszonylag kevés ilyen lemez születik, tehát azt azért, mondjuk én tudok, az amerikai, kaliforniai The Iron Maidens nevezetű hölgy zenekar, akiknek ugye az a speciális, 2019-ben láttam őket még itt a régi Dürerben, ami a belvárosban volt. Irgalmatlanok a lányok, tehát valami egészen elképesztő, hogy játsszák a Maiden dalokat, és ugye látványnak sem utolsók, azért ezt tegyük hozzá. És ők például csináltak lemezt, az a speciális egy válogatás volt. De nem tartom elképzelhetetlennek az sem, hogy egy adott évforduló anniversary kapcsán egy tribute zenekar kiad egy olyan albumot, nyilván a megfelelő jogdíjviták, illetve jogdíj kérdések rendezése után, ami egy zenekar adott lemezének úgymond a másolata, vagy utópiája, vagy hogy lehet ezt szépen megfogalmazni, hogy
Igen, mert azt említetted, hogy például olyan terv van, hogy a Judas Priestnek egy olyan fesztivált tartani, ahol korszakai lennének. Tehát lenne négy korszak, és akkor négy zenekar különböző korszak. Igen, ezt tervezem mindenféleképpen. Szeretnék egy olyan estét, hát nem is fesztivált, de egy estét, egy ilyen több zenekaros estét, ahova csak Judas Priest zenekarokat szeretnék meghívni, és hogy ne legyenek dalütközések, tehát ne az legyen, hogy mondjuk, mit tudom én, hasonlóra ütök a Free Will Burning című dalt ötször halljuk ugyanazon az estén. Ezért szerencsére a Judas Priestnek most pont az idén van egy 50 éves ilyen életmű évfordulója. Föl lehet szépen osztani ezeket az érákat, mit tudom én, a 70-es évek, 80-as évek, akkor ugye ez a pre, illetve a Ripper korszak, amikor a Rob Halford egy időre elhagyta a zenekart, és ugye a modern Judas Priest, ami a Rob Halford visszatérése utáni. Ezt négy zenekar között nagyon szépen fel lehet osztani, és minden korszakot egy-egy zenekar, minden korszakból egy-egy zenekar válogat dalokat. És így nincs ütközés, és egész este Priestet hallgathatnak a rajongók, tehát mindenki jól jár tulajdonképpen. Igen, van tervben egy ilyen, csak ugye közbevágtam, és végül nem jutott el addig, hogy mi a kérdés. Nem, igazából az volt a kérdés, hogy mondjuk azt mondja, hogy ez a négy banda, most csak nem tudom egy számot, hogy volt a Judas Priestnek egy legendás albuma, volt rajta 10 szám, hogy akkor osszuk föl, hogy legyen egy lemez, ami mi játsszuk ezt a négyet, vagy azt a kettőt, ti azt a kettőt, azt a kettőt, azt a kettőt, és akkor így tiszteletadás. Hát ilyen van, és ráadásul nem is csak tribüt zenekarok csinálnak ilyet, hanem nagy nem. Tehát én tudok olyan lemezről, amin mondjuk, mit tudom én, az Iron Maiden játssza a Scorpionsnak a Zoo című számát, és ez egy Scorpions tribüt lemez. Igen. Illetve fordítva is. Tudok, hogy a Scorpions játszik egy Motorhead dalt, az Overkill-t egy lemezen. Ilyenek vannak, persze, tehát ilyen lemezek előfordulnak, és ezt a tribut zenekarokkal nagyon is érdemes volna megcsinálni. Judas Priestnek pont van egyébként egy irgalmatlan nagy kedvenc arról a lemezről, a görög Krisztát érsz, amelyekben az ex-Omenes Nagy Máté gitározik, aki az én gitártanárom volt. A Heart of the Lion című Judas Priest dalt dolgozták fel, és valami irgalmatlan jól sikerült az a... Viszont azt gondolom, hogy amikor lemez készít egy tribute zenekar, akkor már nem feltétlenül kell a tribute jellegre törekedni. Tehát ott akkor már úgy érdekes a dolog, hogyha hozzáteszed saját magad, és inkább kicsit átdolgozod a dalt. Viszont mondjuk ebben az esetben csak Judas Priest dalokból áll, de egy picit mindenki átdolgozza a saját képét. Na, az úgy érdekesebb azért, mint újra kiadni, ugyanúgy eljátszva, vagy hasonlóképpen eljátszva azokat a dolgokat. Ha már lemez készítés. Élőben viszont törekedni kell mindig a lehető legpontosabb. A nagy zenekarok, amikor meg tudják, követik a saját tribüt zenekaraikat, figyelemmel kísérik? Vagy pedig volt az, hogy azt mondták, hogy hú, hát gyerekek, inkább nem kéne ezt erőltetni, vagy volt, amikor azt mondták, hogy igen, igen. Hát nézd, két dolgot tudok mondani. Harmadszor is hagyja olyan fel a Kiss Forever, ez az egyik, hogy Gene Simmons gyakorlatilag megtette azt a megjegyzést. Vagy ott van a bennünket nagyon is érintő Judas Priest, aki tulajdonképpen, amikor Rob Halford elment a zenekarból, úgy választották ki a következő énekesüket, hogy egy Judas Priest tribute zenekar énekesét ajánlották. Ő volt a Tim Ripper Owens, akkor még ugye csak Tim Owens, és úgy a Judas Priest dal után kapta a Ripper hozadék nevet, és mondták a srácok, tehát ez tényleg pontosan ugyanolyan, mint a Rob. Oké, hívjuk el egy meghallgatásra. Tehát pont egy tribute zenekarból emelték. Most az micsoda élmény lehetett a Rippernek, hogy a saját legendái Igen, annak a helyén. Hát le is van írva egyébként valamelyik, most nem emlékszem, hogy a Ken Downing vagy Rob Halford, de inkább a Ken Downing könyvében, hogy nem is jött válasz először Rippertől. Azt hitt, hogy szivatja, hogy valaki szivatja. Így van. Én azt gondolom, hogy valahol, valamilyen szinten biztosan követik. Nyilván nem mindenkit, mert annyi tribützenekor, hogy mindenkihez nem jutnak el.
De ennek is van egy felső ligája, ugye? Azért a tribütözésnek van egy felső ligája, akik azért olyan színvonalon űzik és művelik, hogy arra azért odafigyel mindenki. Magyarországon a tribütöt, tribüt zenekarokat hogy látod? Felfelével egyre több van belőlük. Alapvetően hogy egymást hogy látjátok? Akkor most jött el az ideje. Én egyébként is elég egyedi látásmóddal rendelkezem, szerintem, aki ismer, azt tudja. Nem vagyok hajlandó versengeni, nem vagyok hajlandó vitatkozni, nem akarok konfliktus helyzetbe kerülni senkivel, ezeket inkább kerülném, viszont nagyon fontos számomra a testvéri szellemiség, a jó barátság, jó kapcsolat mindenkivel. Én nem versengenék senkivel, olyannyira nem, hogy például igaz, hogy még nem jött össze, de tervben van, hogy a másik magyar Judas Priest zenekar énekesét, a Tüdőt, a Szűcs Attilát, a Judas Best énekesét már meghívtam vendégszerepelni egy Grindr bulira, hogy énekeljen el egy-két számot. Ő készségesen igen mondott, azt mondta, hogy amikor össze tudjuk egyeztetni és ideje lesz, akkor nagyon szívesen eljön és álljon velünk egy-két dalt, ami szerintem egy szép gesztus a közönség felé, biztos mindenki örül a Tüdőnek, aki szereti a Priestet, az a Tüdő nevét ismeri és szereti. Ugyanakkor arra törekszem, tehát ez most pont kidolgozás alatt van, hogy hogyan és milyen formában, egy magyar tribüt testvériség létrehozásán fáradozom, aki ismer, azt is tudja rólam, hogy nagyon szívemben viselem az underground sorsát, és eszem ágában nincs kitörni az undergroundból, nagyon jól érzem itt benne magam, köszönöm szépen, nem akarok bekerülni a mainstreambe, nem akarok híres lenni, nem akarok tévében, rádióban szerepelni. Hát nekem a külön köszönet, hogy eljöttél. Nekem a rock pagoda nagyon jó. Köszönjük szépen. És nincsenek olyan ambícióim, hogy bekerüljek a mainstream médiába, és mindenki megismerjen az utcán, dehogy is. Azt gondolom, hogy nem azzal van baj, hogy az underground létezik, hanem azzal van baj, hogy az underground alulértékelt. És hogyha egy kicsit tekintünk észak felé vagy nyugat felé, akkor látjuk, hogy igenis lehet az undergroundban is sikeresnek lenni. Lehet az undergroundban is megélni a zenélésből, mondjuk mit tudom én, Hollandiában, Svédországban nagyon sokan így vannak ezzel, Britanniában teljesen mindegy, illetve lehet sikereket elérni, még akár világsikert is. Nyilván nem olyan mértékűt, vagy nem fogják úgy túltolni, mint mondjuk mint egy mainstream előadójét, viszont megvan az az előnye, hogy nem is fog annyira elkommerszedni, mint a mainstream. És szerintem ez így nagyon jó. És aki ismer, azt tudja, hogy én mindig fáradozom az underground talpra állítását. Mindig elmondom azokat a gyönyörű és áldott 90-es éveket, amikor az újpesti Trashmos klubban, Csehszlovákiából, meg Lengyelországból busszal hozták a rajongókat. Olyan pezsgő klubélet volt Magyarországon. Annyira ment, annyira működött. Magyarország volt Közép-Európa trash metal fellegvára. Hát olyan trash zenekaraink voltak, a mai napig a Slogan, az Atomic, a Remorse, a bocsánat, akit kifelejtek, Undertaking, nem tudom, rengeteg. Mondhatni, hogy világszínvonalú produkciót, dalokat, asztalra letévő zenekarokról beszélünk. És mind az undergroundban mozogtak. És nem akartak kitörni onnan, mert működött az emberben. Na ezt szeretném én helyreállítani. Az LCK és barátai lemezek, aminek ugye az a lényege, 2020-ban csináltam meg az első ilyen EP-t, aminek az a lényege, hogy dalokat írok, és ezeket mindig egy ilyen alkalmi csapatnak adom oda. Minden dalban más felállást játszik, és mindenhol van egy-két húzónév, akiknek hálás köszönetet mondok, itt is mindannyiuknak, akik az első lemezen szerepeltek, hogy részt vállaltak ebben, mert ők híres, nagy névvel rendelkező előadók, ők biztosítják azt, hogy ezek a lemezek el tudnak kelni,
hogy megvásárolják őket, mert ő rájuk azért kíváncsi, egy Molnár Péter Stulára, egy Kálmán Gyurira, egy Szaládi Karcsira, vagy adott esetben Horváth Pityeszre, Express Fabrik és Ex-Nexprén, rájuk azért kíváncsi a közönség, ők biztosítják azt, hogy így eladható a lemez. Ennek a teljes bevételét viszont visszapumpálom az undergroundba. Mert sajnos az a helyzet, igen, hogy pénzzel lehet segíteni ezen a dolgon, illetve nem azt mondom, hogy pénzzel lehet máshol is, de pénz nélkül nem lehet. Inkább akkor így fogalmazom meg. Az utolsó fillérig visszapumpáljuk az underground felpesdítésébe, fellendítésébe. És bocsáss meg, egy picit elakadtam, ugye a kérdés az volt, hogy visszautaljak-e? Az eredeti kérdés az volt, hogy látjátok egymást így az Andrea? Tehát igen, a maga tribűzenekar, miként látjátok igen. egymást? Tehát így nagyjából eddig arról beszéltem, hogy én az ego, ugye? Igen, hát azért azt tegyük hozzá, hogy az lenne az igazi, hogyha legalább egy 5-6 bandából egy-egy tag itt lenne, és akkor tényleg mindenki el tudná mondani. Igen. Tehát, mert így te elmondod, hogy te hogy látod, de adott esetben mások picit máshogy láthatják. Igen, Illetve te fáradozol még valamin. Igen, tehát ami fontos, ezt akartam, hogy gyakorlatilag ez csak egy példa volt, ez az LCK történet arra, hogy az underground ügyét én a szívemen viselem, és én ebben akarok maradni, ebben akarok sikeres lenni. Azt szeretném, hogy a barátaim is sikeresek legyenek benne. Ezért fáradozom most egy magyar tribűt testvériség létrehozásán, amiben itt is, aki látja, nézi, hallja ezt az adást, és tribűt zenekara van, tribűt zenekara rendelkezik. Nagyon sok szeretettel várnék mindenkit, ami arról szól, a magyar tribűt testvériség, hogy egy olyan, illetve koncerthelyszíneket is várnék, egy olyan egységes feltételrendszert szeretnék kialakítani, ami egyrészt felhasználóbarát, vagy ez rossz megfogalmazás, ott közönségbarát, ez inkább, zenekarbarát, tehát egységesen jó körülmények között, tisztességes gázsiért, normális hangfény technikával adni koncerteket, illetve érdekesebb koncertprogramokat alakítani ki, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Az a tapasztalatunk most már így az elmúlt idő kapcsán, hogy nagyon jól működnek az ilyen koncepciózus tribütestek. Tehát amikor mondjuk volt egy például British Metal Tribute Night, ahol angol metal zenekarok tribute bandáival fogtunk össze és csináltunk egy estét, akkor volt, amin ott volt a Rock Pagoda is, egy 80s metal tribute night, ahol nem feltétlenül az volt a cél, hogy brit legyen, hanem a 80-as évek metal zenekar, rock és metal zenekar, úgy ott volt egy Thin Lizzy tribute is, ami azért inkább rock, mint metal zene. De ezzel meg egy ilyen koncepciót lehet alkotni, és akkor gyakorlatilag nem válik egy síkúvá sem a dolog, de egy nagyjából homogén közönséget fog össze. Hogyha már itt megemlítetted a Thin Lizzyt, ugye akkor a zenekar, amikor beszéltünk, hogy jönnek riportra. Igen, beszéltem az Attilával. Akkor mondta, hogy úgy néz ki, hogy utaznak Dublinba. Így van. Méghozzá meghívták őket. Így van. Hivatalos tribut fesztiválra, ami nagyon nagy dolog, egy magyar tribut zenekart, hogy innen gratulálunk nekik ehhez, és még remélem... Azt hiszem egy ilyen Phil Lynott emlék... Így van, igen, igen. ...est igen. lesz, amin különböző Thin Lizzy tribütöket fognak színpadra lépni, és itt vesznek részt az Attila barátomék is, nagyon-nagyon gratulálok neki, ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény és eredmény. Gratulálok. Azért ez is mutatja, hogy a magyar tribüt élet elég erős, tehát nem lehet mondani, hogy hobbizenekarok vannak, hanem tényleg
Én azt láttam, hogy... Na most, mivel? Tehát látod, te is ezt mondod. Én meg azt mondom, hogy ezek az elhivatott emberek, ezek a zenekarok megérdemelnék azt, hogy ugye nagyon sok esetben, és az S8 kivétel ez alatt, és minden tisztelet képíró Sanyié meg Peták Esztér ebben a tekintetben, hogy ők nagyon-nagyon tisztességes bánásmóddal, de nagyon sokszor van az, hogy nagyon rossz körülmények között, irgalmatlanul rossz hangosítással, úgymond négyzetméter kis fröccsér játszanak zenekarok, és ez nincs rendjén. Ez nincs rendjén. És a Magyar Tribüt Szövetség ezen próbál változtatni, ezeket a feltételeket próbálja jobbá tenni, illetve hát nyilván baráti szövetség van egymással, egy adott testére a megfelelő zenekarokat megtalálni. Koncert lehetőségeket biztosítani zenekaroknak. Közönségünknek buli lehetőségeket biztosítani. És minden olyan pozitív hozadék, ami ezzel jár. Hát annyit a Vicky Black, aki a Ropagodának a vezetője, nevében így megígérhetek, hogy a Ropagoda mindenbe segít, mert ugye mi felvállaltan azt a réteget próbáljuk megcélozni, akik hát mondjuk úgy, hogy nincsenek a mainstream médiába, vagy nem is akarnak bekerülni, de biztos az a tapasztalat, hogy van rá igény. Tehát igenis van rajongótábor, van akiket érdekel, hogy mi van veletek, mi történik veletek, illetve ami nagyon fontos, és ezért van a Ropagoda, hogy kimegyünk, és olyan helyszíni riportokat tudunk csinálni, ahol el tudjátok mondani, hogy ti mi a fenéért csináljátok ezt az egészet. Ahogyan ezt már tapasztaltuk is, ugye az 10 Metal Tribute Night-on. Mert úgy gondolom, hogy a zene mögött az ember is nagyon fontos. Tehát nem csak az a közösségi élmény, amit megél a rajongó, hanem hogy egy kicsit megismeri azt az embert, hogy ez teljesen őrült, félig őrült, vagy mi van vele, mert... B, ennyi értelmi. Egyébként a Ropagoda nevében ide csak teljesen őrült emberek jöhetnek. Tehát aki normális, az tessék tovább menni, az van nem. Úgy jól menni, szerintem nem, biztos, hogy nem. Csak a teljesen normális emberek mehetnek most el. Igen? Igen. De nyugodtan maradhat szerintem. Én azt mondom, hogy aki... Én nem vagyok normális. Ennyi. Aki zennél és zenésre adja a fejét... Hol maradnak kell? Na, viszont most eljutottunk oda, hogy lesz egy provokatív kérdésem. Már megint. Megint. A változatosság kérdése. Mivel Lackó nézi... Lesz olyan kérdés is, ami nem provokatív? Nem. Mivel Lackó nézi a műsort, szerintem ő hallotta már tőlem ezt a kérdést. Induljunk el most tőled. Minek gondoljátok magatokat? Valakinek, aki zenél és dolgozik mellette, vagy valaki, aki dolgozik és zenél mellette? Tehát mi vagy inkább, zenész, aki dolgozik, vagy egy dolgozó, aki zenél? Én magamból példájából átva nagyon sokáig nem jártam én is a közösségbe, és úgy érzem, hogy ott megmaradtam. Én is, ez is egy erős gondolat sajnos, hogy egy helyben maradtam a zenével, és csak úgy gitározgattam, pedig rengeteg dal volt a fejemben, és most érzem azt, hogy ugyanazt a lendületet, amit a Latival, a megismerkedésünknél láttunk. Hogy... Helyesbítek, mert ismertük mi egymást már régebből, csak nem voltunk közelebbi kontrollban kapcsolatban. Tehát most, hogy így igazából egymásnak a látóterébe kerültünk, úgy érzi tényleg. Nándi ezt mondta már nekem is, hogy most ilyen új lendületet, új szárnyakat kapott. Úgy érzem, hogy valahogy pezsdít az irányvonal. És Lackó, te mit gondolsz? Te zenész vagy, aki dolgozik nem, mellette? Vagy vagyok zenész. Vagy pedig dolgozol, aki zenél mellette? Én nem vagyok zenész. Jó, akkor ősz a munkahelyeden. Én zenerajongó, zeneszerető zenerajongó. Ősz a munkahelyeden, és nem szól a zene, és nem jár a kezed, és nem gondolkozol. Ülök a munkahelyemen, és zenét írok, és gitározok. Akkor te zenész vagy. Hálát adok a Jóistennek, hogy olyan munkahelyem van, ahol ezt megtehetem. Egyébként
tényleg nem tartom magam zenésznek, ahhoz nekem nagyon sokat kellene tanulnom, nagyon sokat kellene fejlődnem, nagyon nagy professzionalitást kellene magamra szednem, hogy én zenésznek mondhassam magam. Azt elmondtad már, hogy hogy alakult a Grindr. Elmondtad, hogy ezzel a testvériséggel, szövetséggel mi a célod. De azt nem mondtad el, hogy a Grindrrel mi a célod. Szóval mi a célod a Grindrrel? Hol látod ezt az egész projektet? Hát a Grindr csak azért van, mert sok pénzt akarok keresni. Hát biztos, hogy nem. Szóval ez egy bocsi, de ez így teljesen nem. Tehát, nyilván akkor valószínűleg parti zenekart csináltam volna. Egy diatos szóval éljek, vagy nem tudom, ilyen... Hát fiúbandát, mit tudom én. Unalmas, egy... az most nagyon kifizetődő dolog. Igazából valóban az a célom, hogy mivel a tribut jobban megy és jobban működik, és nem a kizárólagos célom, az a célom, hogy megtehessem azt, aminek a példáját egy nagyon régi magyar, a zenéjét annyira nem szerettem soha, de magát az embert annál inkább és hatalmas nagy példaképnek tartom, Bergendi Istvánról van szó. Ő volt Magyarországon az a zenész előadó, a zenekarvezető ebben a minősítésben, aki megtette azt, hogy rendesen vállalkozást alapított, és a vállalkozásba, alkalmazásba vette a zenészeit rendes havi fizetésért. És nem kellett azon gondolkozni, hogy mi lesz holnap az asztalon, lesz-e buli, vagy sem, megkapták a fizetésüket. És nem volt semmi, ami elvonja a zenélésről a figyelmet. Én valami hasonlót szeretnék, és egy saját dalossal ezt nem tudom megtenni. Ez az egyik motiváció igazából, amiért a Grindr megy és működik. A másik az, hogy a Judas Priest sorsa, én nagyon szeretem a Judas Priestet, tehát ez nyilván ez a fő ok természetesen, viszont a Judas Priest sorsa valahogy Magyarországon egy kicsit mindig mostoha volt, már a 80-as években is, hogyha megfigyelhetjük, játszott Magyarországon a Saxon Angliával, játszott a Motorhead, játszott az Iron Maiden, a Judas Priest nem. Scorpions is. A Scorpions is, mondjuk az német, de játszott Magyarországon, meg rengeteg, tényleg rengeteg olyan másodvonalbeli, igazából másodvonalbeli, mi akkor a csúcsok csúcsának gondoltunk mondjuk egy Storwich-ot, pedig hát egy másodvonalbeli zene, egy Running Wild, szintén másodvonal, de mi akkor a csúcsnak gondoltuk, hiszen volt egy vasfüggöny, és nem nagyon tudtuk, hogy mi van mögötte. Tehát érdekes módon a Judas Priest soha nem jutott el Magyarországra. Ez a Kiss is járt Magyarországon. Így van, a Kiss is járt. Azt hiszem 86-os Monsters of Rock Fesztiválon. Igen, ez egy háromnapos Monsters of Rock. Tehát voltak itt nagy nevek, így voltak, van. És tényleg a Judas Priest nem. Tehát ez egyébként a szabad mondani, töketlen menedzsmentnek köszönhető. Ez még bele. Tehát a nem túl jól dolgozó menedzsmentnek a hibája. Mondjuk akkor Tessetosz a menedzsmentnek köszönhetően nem jutottak el a nem csak Magyarországon, hanem a vasfüggöny mögé. És érdekes megfigyelni, hogy a vasfüggöny mögötti ugye ex-szocialista országok, vagy volt szocialista országokban, azok a metal bandák a népszerűek, akik annak idején koncerteztek itt. És a Judas Priest ázsiója Magyarországon ezért mindig egy kicsit lejjebb van a több, mondjuk egy Iron Maidennél. Erre mondok egy érdekes példát. Akkor ifjú koromban kezdtem így a rockzene metal felé kacsingatni. Ugye volt egy-két bolton lehetett venni kitűzőket, felvarókat, ezt-azt. Emlékszem, hogy egyszer nem volt csak pénzem, bementem, és volt oldalt kirakva ilyen, egyet fizet, ötöt vihet című sztori, tehát ilyen leértékel, koponyák voltak, és ugye ezzel a napszemüveggel, ami Judas Priest. És mondtam, hogy ez kés, mondták, jövök, rendeltek, de igazából nem fogy, és nekem nagyon tetszett, mert annyira jó néztek ki, de ezek csak ilyen kis feltűzők voltak, és emlékszem, vettem kettőt, és egy
órának a szíjára, hogy ráraktam őket, aha, szembe, és úgy jól mutattak, hogy fekete óraszíj, és rajta igen, volt ez a fehér koponyák. De a zenekart nem ismertem. Csak azt láttam, hogy olcsó volt. De nagyon, tehát hogy ez most így picit így visszacsatolás és megerősítés, igen, a Judas Priest így megjelent nálunk, hogy voltak kitűzők, meg ez, de maga a zenekar nem. Nem, igen, és nem is volt olyan ázsiója, mint mondjuk nem. Egy Maidennek, vagy akár egy Saxonnak, hogy csak az angol zenekaroknál maradjak. Viszont napjainkra nagyon-nagyon sok Judas Priest rajongó van. És... Mondhatni, reneszánsza lett egy kicsit? Igen, azt gondolom, igen. Ezzel a hülye szóval nem tudok rá jobb szót mondani, hogy egy kicsit most úgy felfedezte magának a... Igen. Mindenféleképpen. És az az érdekes, hogy nem csak a modern Priest, hanem a vintage Priest is hatalmas nagy. Szóval most jó az ázsiója. És ez a másik ok igazából, hogy van már ugyan Judas Priest Tribute zenekar Magyarországon, viszont az a szerencsétlen helyzet, hogy ők itthon viszonylag ritkán koncerteznek, inkább külföldön szoktak, illetve ritkán. Én szeretném azt a közönséget kiszolgálni, akik szeretnék ezt a zenét hallani, hiszen én is nagyon szeretem. Biztos emlékeztek te is, hogy mikor én zenéltem a 90-es évek közepén, akkor vetted emberében talán, mert akkor mindenki úgy kezdődött, hogy zenekart alapítanék, Iron Maiden típusú, ilyen ízjelvű gitárost keresek, és Judas Priest típusú gitárost nem nagyon kerestek. Ez egyébként nagyon érdekes, mert én nagyon szeretem egyébként, most félreértés nem esik, nagyon szeretem a Dave Murray-nek, meg az Adrian Smith-nek a játékát. Ők egy egészen más megközelítést alkalmaznak. Az Iron Maidenben ugye az a bevett gyakorlat, hogy többnyire ugyanazt a témát játssza a két gitár, bizonyos hangközel két eltéréssel, van ahol terc, van ahol szettim eltérés, ugyanazt a témát játsszák két oldalra kipanorámázva, és az nagyon kellemes a fülnek, hogy hallják két szólamban ugyanazt a dallamot. Visszaköszönni. A Judas Priest egy picit ennél bonyolultabb, viszont sokkal-sokkal izgalmasabb, amikor párbeszédben áll egymással a két gitár. Amikor betol egy licket, vagy betol egy skála részletet, a másik válaszol rá, ő azonnal visszalép riffelésbe, ritmusba, aztán váltanak, és így odavész a párbeszédben, irgalmatlan kohézióban a két gitáros. Egyébként ez főleg a két eredeti gitárosra, a Tiptonra és a Downingra volt nagyon jellemző. Gyakorlatilag ők tették le az asztalra ezt a stílust. Hát valami irgalmatlan, hogy milyen jó dolgokat lehet ebből a pingpong szólóval kihozni, hogy két különböző, ugye egy inkább klasszikus zenei, a Tipton inkább egy klasszikus zenén alapuló megközelítés, meg a Downingnak a blues alapú játéka. Viszont mind a kettő heavy metal köntösbe öltöztetve, és ilyen pingpongban oda visszadobálják a témákat egymásnak, valami irgalmatlan. Igen, tehát erről van szó, hogy... Nem volt akkoriban, viszont most elérkeztünk a műsornak egy nagyon fontos részéhez, ahol nem tudom kikerülni azt a pillanatot, hogy ne tegyen fel az én csodás, ne jönnek Vicky Blacknek a kérdését, ezt a ki vagy te. Úgyhogy most... Mivel eddig Lackó beszélt, ezért megpróbálom Lackónak feltenni a kérdést, hogy ki vagy te? Hát ő Váci Lándor. Szóval ki vagy te? Hogy látod? Én a Lacinak egy társa, aki megtaláltam azt, hogy újra játszatok és tanulatok is, és igen, tehát hogy egy újabb... Köszönöm, barátom. Egyébként ő Váci Lándor, a klasszika volt gitárosa. Mit kell még elmondani róla? Ennyi. Annyit még, hogy ezt megfogadtam, hogyha ez szóba kerül, akkor ezt el fogom róla mondani. Annak idején, körülbelül egy-két év,
az Exakelás, most a Kárpátia gitáros Szijjártó Zsoltival közösen kitaláltunk egy olyat, hogy egy Facebook csoportba, egy gitáros Facebook csoportra van, ami körülbelül 10 000 tagot számlál, földobunk egy kérdést, hogy ki Magyarország legjobb gitárosa. És az a durva, hogy a rock metal kategóriában a Nándi neve ott volt az első 15-ben. 10 000 megkérdezett. Az nagyon szép. Alapján. Az nagyon szép. Ő a Váci Nándi. Én nem láttam ezt, de valószínűleg. Hát én magamról, én vagyok a Lackó. Az a... Egyik kedves barátomnak a szavaival hadd válaszoljak, én vagyok a Lackó, aki mindenki kíváncsi, hogy milyen, de igazából megtapasztalni senki nem akarja. Aha. Ez egy nagyon szép gondolat. Mi azért itt ma megtapasztaltuk, hogy milyen vagy, és gondolom, hogy egy egyenes, őszinte ember vagy, aki nagyon szereti a zenét. És már notórius hazudozó vagy. Igen, és szerény is vagy, mert jó zenész is vagy, és a Grander egy jó zenekar. Köszönöm és, szépen. És kívánunk még nagyon-nagyon sok bulit, hiszen ahogy elhangzott, és biztos a nézők is erre felkapták a fejüket, hogy a Tribute zenekar, így a Grander is, egy koncertzenekar. Igen. Tehát itt nincs az a, hogy ti most stúdió vagy koncert, nem, ti koncertzenekar vagytok, és pont. És ez egy nagyon egyszerre gyönyörű dolog, és egyszerre egy nehéz dolog. Mi itt vagyunk veletek, fogjuk a kezeteket, hogy szoktuk mondani, hogy rock pagoda nem engedi el a kezeteket, bármiben tudunk segíteni ebbe a szövetség szervezésbe is. Illetve most jó pár... Azt írja az én csodás nevem, Lackó, én tudom, te ki vagy. Bekírt jó pár, a következő időszakban jó pár tribűt zenekar fog jönni hozzánk. Reméljük, hogy minél több, hogy egy kicsit ezt a tribűt világot be tudjuk mutatni, mert érdekes, izgalmas. Jó ötlet, köszönjük szépen. És bevallom őszintén, nekem is kevés információm van róla. Tehát én is tanulok folyamatosan, mert az én fejemben is kicsit kavat volt, hogy cover, tribűt, feldolgozás, revival, mit tudom én, tehát most már ez így letisztult. Most így a Facebook live követőitől elbúcsúzunk majd, és még a YouTube-on megyünk egy kört. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Az a szokás, hogy itt még egy plusz kört szoktunk menni, egy kérdéssel. Most esetünkben ez a kérdés az lenne, hogy mit üzentek annak a nézőnek, potenciális rajongónak, aki még nem volt Grinder koncerten, de tervezi ezek után, hogy elmegy és megnézi egy Grinder koncertet? Hát ha úgy érted, hogy ez itt a reklám helye. Egyértelmű. Akkor április 16-a S8 Underground Club. A segélykoncert az ukrajnai menekültekért. Mi leszünk az egyedül és egyetlen tribute zenekar ezen az eseményen. Viszont olyan csodálatos csapatokkal fogunk együtt játszani, mint a Szepesi Ricsosz Druida nevű zenekara, vagy az Econald, vagy a kedves barátom Sütő Zsolti Diki zenekara, a Gamsát, hogy csak pár példát említsek. És ennek a koncertnek a teljes bevétele az Ukrajnából elmenekült civil lakosság megsegítésére fog fordulni. Ezt azért nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy igen, ez ennek az egésznek a célja megint a jótékonykodás, amit én nagyon-nagyon szeretek. És ebben az ügyben még fogunk vele találkozni, hiszen lesz egy beszélgetés, ahol a Gamsátból a Sütő Zsolt fog eljönni, ha minden igaz, illetve még, talán még egy-két a fellépő közül, akiket ő hoz, és tartunk egy ilyen promót, mert a Rock Pagoda is fontosnak tartja ennek a kezdeményezésnek a fölkarolását. Talán 9-én, ha jól tudom. Igen, tehát április 9-én újra várunk, ahol megint kicsit a tributről, egy kicsit erről a jótékonykodásról fogunk beszélgetni,
és egy picit próbáljuk promózni ezt a rendezvényt. De igen, én azt mondom, aki el akar menni egy jó Judas Priest koncertre úgy, hogy Judas Priest számokat akar hallani, akkor keresse a Grindert. Persze ne várj a színpadon a Domingot és a Tiptont, mert mi leszünk ott a Randival, de hát nem mondom, hogy jobbak vagyunk, az sem rosszabbak, kicsit mások, de helyjel közel azt fogjátok kapni, mint hogyha a Tipton meg a Domingot játszom. Általában a beszélgetés végén mindig megszoktam, hogy összegzem, hogy az adott zenekarnak mi lehet az a mottója, vagy mi jellemző rá. Én azt gondolom, hogy a rád, Lackó, és a Grindr zenekarra, de inkább, de mivel te nagyon-nagyon a kettő így egybefort, tehát így nem nagyon lehet leválasztani, egy nagyon fontos szó, ez pedig csőd kettő, elhivatottság és alázat. Hát én, hogyha nekem kéne összefoglalni, akkor egy Judas Priest dal címével válaszolnék, You've got another thing coming, jöjjön, aminek jönnie kell. Hát, jöjjön, aminek jönnie kell, mi meg ott leszünk, és mindenről tudósítunk, amire meghívtok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és köszönöm mindenkinek, aki nézte a mai műsort. Köszönjük.